Nehezen viselem a jetlaget, tehát amikor több időzónát repül át valaki, pedig a munkám miatt sokat utazom. Feleségem 2-3 nap alatt átáll, nekem 2 hétig is tart néha. Depressziót is érzek, és hajnali 2-kor ébredek. Mit lehetne tenni? Nagyon jó kérdés. Valójában, ha 2 nap alatt átáll az ember, az nem jetlag. Ha 2 hétig tart az átállás, na az az igazi jetlag, az időváltást zavara. Következőt lehet tenni, 2 dolgot. Az egyik a fényterápia, talán ez a legjobb. Ahova megyek, már mielőtt elindulok, abba az országba, ahova tartok, tehát mindig a célországnak megfelelően, hajnali fényfürdőbe kell magamat részesíteni. Ez ugye otthon nagyon nehéz, hiszen akkor pont máskor kell fel a nap, mint ahova megyek, hiszen ez a jetlagnek a lényege. De vannak olyan repülőterek, például a Charles de Gaulle Párizsba, ahol vannak pont emiatt fényterápiás sátrak, ahova tranzitid alatt be lehet menni. Most nyilván ez legtöbb embernél nem működik, mert Magyarországon kevés embernek van fényterápiás lámpája. Ezért a másik módszer az az, hogy ebben az esetben tényleg jó a gyógyszer, mert itt tényleg csak 1-2 napig kell szedni. Mára, mikor a repülőn elindulok és a hosszú járaton repülök, akkor a célországban lévő lefekvési időnek megfelelően be kell vennem egy altatót. Még akkor is, ha épp most nem tartanék még az alvásnak. Tehát előre a célországi alváshoz szedek altatót, 1 nappal már előtte, már amikor repülök, a gépen úgy se tudok mit csinálni, mint aludjak egy kicsit előbb. Ez szokott segíteni.